védett nemzet. A Szent Korona népe immunis a koronavírussal szemben. Arthur Merlin Morgana, Anglia Szent Háromsága, kaubolyok és űrlények, rémület a farmon, szellemek a képkockákon, ijesztő természet feletti felvételek, a hatalom fülei, kis lehallgatás történelem, elveszett fényhitünk, Attila a táltos fejedelem, a sóút titkai, elásott kincsektől hemzseg, az Alföld. Mindenről és még sok-sok más érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin szeptemberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőjét Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok, és ahogy ígértük két héttel ezelőtt, folytatjuk az akkori témát, mármint az UFO aktákat, úgyhogy ez a második része a műsornak, és remélem, hogy emlékeznek még rá a nézők, hogy akkor elmondtuk, hogy inkább a hagyományos témákat vettük elő, különféle képekkel illusztrálva, és ma pedig inkább a spirituális vonatkozásait nézzük meg, éppen az UFO aktáknak, vagy az UFO kutatásnak. Mielőtt még a vendégünket megpróbálnám ide varázsolni, remélhetőleg jó útja van valahol a csillagközi térben, akkor egyetlen egy mondatot, tudom, hogy ez neked nehéz, de tényleg egy mondatot kérek csak, hogy mi a különbség végül is, kicsit álkérdés, a spirituális UFO kutatás és a hagyományos között, a tradicionális. Ezzel között. Egyébként majd amikor megérkezik az űrből a Miskolci Laci, akkor majd erről majd váltunk néhány szót. Mindig mondtam neki, hogy Magyarországon igazából ez a hagyományosabb értelembe vett UFO kutatás terjedt el, de az embereket, és amiket mondtam, hogy abban az euforikus hangulatban, amiben akkori a magyar lakosságnak szinte teljes egésze benne volt, na őket igazából csak és kizárólag a spirituális találkozások érdekelték. Igen. Ugyanis, ha jobban belegondolsz, az abban az időben, a leges legelején, még meg se, azt hiszem 95-ben akkor volt egy ilyen támogatónk, egy ilyen elektronikai cikkeket gyártó vagy forgalmazó cég, és tőlük kaptunk ilyen az első ilyen digitális fényképezőgépet, vagy azt reklámozták nálunk. Előtte hagyományos fényképezőgép volt. Tehát az embereket azt mondták, hogy jó, mindenki, ha egy pötty volt a felvétel, már is küldte a szerkesztőségünkbe. Na de ez most olyan volt, hogy ez nagyon jó. Igen. De ha valaki elmesélte, hogy neki ilyen bensőséges olyan kapcsolata volt, főleg a szexuális töltetű kapcsolata volt, akkor az ezerszer jobban érdekelte az embereket. Tehát igazából az én álláspontom szerint, és amit akkor megtapasztaltam, ez húzta föl az egészből az UFO kutatást. Tehát azok az embereket kedvelték, és azokat istenítették, akik a földön kívüliektől kapták az energiájukat, ezekkel gyógyítottak, mindenfajta ilyen hókipóki dolgot csináltak, és azok sokkal, de sokkal népszerűbbek voltak. Az UFO kutatók is, a hagyományos értelemben vett UFO kutatók is azok voltak, de azok, akik spirituális jellegű történeteket osztottak meg, azok sokkal népszerűbbek voltak. Ők egyébként a rendszerváltás előtt, ha egyáltalán valamennyire foglalkoztak, csak szintiszta, földön kívüli mentes spiritualitással, felsőbbrendű, magasabbrendű lényekkel, és amikor bejöttek a földön kívülek, akkor minden ilyen ember úgy érezte, hogy végre fizikai bizonyítékot kap arra, hogy ez a magasabbrendű kapcsolat, ezek földön kívüliek. Tehát ha valaki hozott egy felvételt, volt, aki már kamera, tehát az még 8 mm-es, vagy S8-es, nem tudom, milyen kamera, vagy csinált valamilyen felvételt, és utána ráadásul abból a térségből jött három beszámoló, hogy neki eltérítéses élménye volt, akkor az emberek ezt összekapcsolták. Tehát magyarán itt kapcsolódott össze a fizikai és a spirituális ufókutatás, és miután egyébként a fizikai ufókutatás igazából nem hozott eredményt. Tehát most ezt a Laci két héttel ezelőtt elmondta, hogy azért, mert ez az időszak még kevés volt rá. Mindenki úgy gondolta, hogy na mostantól akkor ennek át kéne helyeződnie a hangsúlynak,
a spirituális UFO kutatása, aminek igazából nem UFO kutatása kéne lennie, mert az UFO az azonosítata a repülőszerkezetet, és a spirituálisan nem az azonosítata a repülőszerkezeteket akarjuk, hanem a különböző életformákat, különböző lényeket, entitásokat, amikkel valamilyen módon kapcsolatban lehet kerülni. Akkor én mutatom először a nyereményeket. Jó. Egyszer itt van immáron a szeptemberi szám, védett nemzet, a Szent Korona népe immunis a koronavírussal szemben. Na hát ez... Olvasd el középen, hogy mi van a oltásra írva. A BCG. Hát igen, a BCG, igen, és az oltás. Hát azt hiszem, hogy ez megint aktuális dolog, és azt hiszem sajnos nagyon aktuális, és végre valami, ami a járvánnyal, a vírussal foglalkozik, igen. De végre pozitív. Egy olyan valami, amiben nekünk nem úgy kell, nem a félelmet kell megfognunk benne, pontosan. Hanem azt kell örülnünk ennek, hogy ez, de most bocsánat, hogyha így használom, de ebben a műsorban stílszerű, mint egy ilyen kiválasztott nemzet. Tehát, hogy tényleg azok vagyunk, a védett nemzet, akinek tényleg lehetőség adott arra, hogy hát ha megnézzük a körülöttünk levő világot, hát igen. Ahhoz képest nálunk az esetek száma, a fertőzöttség, vagy valami töredéke, százada, ezrede annak. Reméljük, hogy így is marad. Tehát ez a fél éves előfizetés, és itt van a külön szám. Holnap után az új világrend 10 parancsolata, és nem sokára majd azért fog jönni. Ott van a végén egyébként már, nem a külön számnak a végén, ott van egyébként, hogy mi lesz a következő, a legvégén, mindegy, nem kell most emelni. De azért én még megnézem. Nem, a borító harmadik oldalán. Na jó, akkor az már bonyolult. Magyar UFO akták, Miskolci László könyve, akit ide várunk, és remélem sikerül is ide varázsolni majd. Egyik könnyeremény. Ez lesz egyébként a következő, csak mutatom. Könnyereményt. Ja? Igen, a Lidár, ez a szabadnak csak érezheted magad. Ez friss, ezzel még nem nagyon foglalkoztunk. Így van. De mindenféleképpen ajánlom figyelmükbe. És a magyarság 20.000 éves történelmének immáron a negyedik, ötödik. Ötödik része következik. És tészerűen a szöveg rajta. Rabok legyünk. Vagy szabadok. Vagy szabadok. És igen. Most körülbelül ugyanolyan aktuális a kérdés, mint 150 évvel ezelőtt. Pontosan. Akkor előzetesen csak annyit, hogy az alcíme ennek a mai műsornak a szellemi kapcsolattartása, hogy már a múltkor is beszéltünk róla, mármint a földön kívüliekkel, és akkor szó volt akkor az első, második, harmadik, negyedik típusú találkozásokról, sőt, még a nulladik típusú találkozásokról is az akkori királyi tévében. Hát itt most jönnek a sokadik típusú találkozások mindenféleképpen majd a műsorban, és az a bizonyos asztrális típusú találkozás, ez is ki fog derülni, hogy milyen. Hát, tudatosság és ez a bizonyos szellemi kapcsolat tartás. Na, még becsess meg egy igen. Fontos dolog. Több nézünk, mert ez fontos azért, igen. Mert a megfejtését megköszönte, hogy meg meglepődtek arra, hogy augusztus van, és önök nem pihennek, és mondtuk, hogy hát mi? Mi? Mi soha nem pihenünk. Mi így mindig van. Az önök rendelkezik. Komolyan. El is hiszem. Feltűnt az embereknek, hogy ugyan, hát két hetente vannak az ismétlések, de az, hogy és akkor új műsorokkal jelentkeznek augusztusban, és sem mondtuk, hát mi? Természetesen. Hát ez mindent így. A nézőkért, de ez most egyébként nem poén, igazából. Tudom, hát persze. Bár lehet, hogy az egy kicsit jól hangzik, na de tényleg az a lényeg. És én annak örülök, hogy ezt észrevették. Igen. Tehát ezt igen. Észrevették, visszajelezték, és megköszönték, hogy akkor nem csak ismétléseket láthatunk, hanem ugyanúgy rendszeresen új adással igen. Jelentkeznek, és érdekesnek találták magát ezt a témát is, hogy egy kicsit könnyedebb, tehát egy kicsikét elmásztunk végre, nem a vírussal, az oltásokkal, Bill Gates-szel, meg elittel, meg ilyesmivel, szórakoztassuk önöket majd a jövő, vagy két év múlva, mert akkor csak visszatérünk rá, hanem valami idézőjelbetéve könnyebb, és nagyon aktuális témával, tehát olyan témával, aminek egy olyan képviselőjét hívtuk meg, aki tényleg átrágta magát ezen több ezer oldalnyi anyagon, átnézett fényképeket, földolgozta, beszkennelte, mindent megcsinált. Így van. Hát az utóbbi napokban, hetekben, azt hiszem, ha már Bill Gates is említetted, akkor ő is megnyilatkozott vírusügyben, mert hát ő mindig mindenhol megnyilatkozik, és azt mondja, amit akar, mert hát elég nagy ember ahhoz, hogy elmondhassa magát. Csak kár, hogy ez nem érte egyébként, tehát ő egy zseniális programozó. Igen. Ő csodákat, tehát megcsinálta a Microsoft MVC-t, semmiből fölépítette, egy napi 16 órát dolgozott. Igen. Csak igazából nem vírusokkal kellene foglalkoznia, pontosan. És amiket megnyilvánul, és amiket elmond, az inkább ijesztő. Tehát ez mint nem ahogy néhány műsorban meg is beszéltük. Az emberiség létszámára hát így, is. Így van. Jó, hát akkor tegyünk egy próbát. Hát, én szerintem először, én már valahol a közelbe lehet. De én először a szellemi kapcsolattartás. Jó. Megvan.
Meg fölvettük a kapcsolatot? Igen, akkor... Akkor még kell csettinteni. Hát, mert a hang az kell. Itt van? Itt van. Akkor sikerült szellemileg is, és hangilag is mindenféleképpen, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. Nem csak azért, mert sok-sok tanulságos, érdekes dolgot mondtál a múltkor, hanem azért is, mert ez a bizonyos, az általam megmutatott jó 2 kilós könyv, amit megírtál, annyi minden tartalmaz, hogy még 1-2 adást azt hiszem, hogy nyugodtan ennek szentelhetnénk. Hát mindent nem tudunk elmondani, de... Sorokra fizettek, tehát azért volt. Jó. Hogy telt az elmúlt időszak? Merre jártál a világban? Hát, kicsit átrázódtam magam a Kupiterövön, aztán így sikerült megérkezni szépen lassan. Tényleg nagy örömmel fogadunk ismét. Én azt hiszem, Robi, hogy mielőtt még itt a mai témákra rátérnénk, nyugodtan mondhatjuk, hogy most egy olyan felvétel következik, mindössze 1 percen belül, 50-valahány másodpercben, amelyet megnézve, megmondom őszintén, kollégáimmal együtt nagyon meglepődtünk. Elég régen készült, és ez annak is bizonyítéka, hogy Szűcs Róberttel nagyon-nagyon régen tartjuk műsorilag is a kapcsolatot, és előre mondom, hogy ezen a felvételen az a hölgy, aki még ott ül velünk, jó régen történt, Tretton Judit, Tamara, aki dolgozott nektek is, rengeteg könyvet írt, fordított, a Magyar Rádióban is kollégánk volt, úgyhogy nézzék meg ezt a felvételt, és akkor nyugodtan lehet mosolyogni. Íme. Azt hiszem, Robi talán jobban tudja, de 16. típusú találkozásig mentek nem. Már a... Hát ez egy ilyen szubjektív értékelések. A 4. után, ami elég vad volt egyébként, mert az volt a szexuális kapcsolat, hát amikor bejöttek a szexuálisba, elmesélte, hogy milyen kellemesen szerelmeskedett egy földön kívülivel, aki természetesen borzasztó módon emberszabású, mert rendszerint 195 cm magas, hosszú szürke, a kék szemű, igen, természetesen a férfi ideál. Testhez minden... tapadó fehér overall. Igen, és minden, férfi baromira utálja a földön kívüleket. Ezekből ki tud egy ilyen versenyezni. Hát az egész éjszaka szerelmeskedik fel, csupán mentális örömöket műznek, és nem lehet vele harcolni. Most ezek után jött egy 5. típusú, ide sorolták igazából azt hiszem a végleges eltűnéseket, tehát sok olyan volt, aki valamilyen ilyen UFO-élmény közepette véglegesen eltűnt, és utána különböző szerzők ilyen szubjektív kategóriákat is meghatároztak. 16-ig szerintem nem jutottak el, de 10-ig biztos. Ezek ilyen egyéni és szubjektív meghatározások voltak, hogy ő úgy gondolt, hogy ez a találkozás ez egy külön csoportba tartozik. Ugye nem túloztam, kedves nézők. Hát rég volt, de igaz volt. És a hajad zseniális volt arra, igen. Nagyon-nagyon jó. Én is egy kicsit fiatal voltam valamilyen, nem tudom. Jó, hát egy kicsivel. Na jó, de hát... 28 évvel ezelőtt. Igen, hát az idő az múlik, de természetesen hűségünk a műsorhoz, és hűségünk a témához, az mit sem változott, úgyhogy... Na de hát akkor, ez természetes volt egyébként, ami most nem lenne természetes, sem az M1-en, meg sem a 2-3-on, 4-en, 5-en, 6-on, egyiken sem lenne. De te meghívtál egyébként utána más műsorban, ott volt más szereplőkkel együtt, tehát más emberek együtt is ott voltunk nagy csoportban. Hosszabb műsorokat is csináltunk, rövidebb műsorokat, reggeli, hajnali műsorban. Mondom, az emberek annyira szomjazták az információt, hogy... És hogy éled meg, hogy most nem akkor egyetlen egy mondat csak, hogyha már rögtön minden, ne feled szavad, Tretton Judit, ezt nem először és nem is utoljára elmondjuk, hogy ő miután tényleg fordított, írt minden, szervezett, és mi megkérdezték tőle, hogy hisz-e a földön kívüliekben, mire Judit azt mondta, hogy abban nem hinni kell, azok vannak. Igen. És itt vannak. Mit kérdeztél? Hát az, hogy akkor ilyen lelkesedés volt az emberekben, most talán már egy kicsit szkeptikusabbak az emberek, és hogy ezt te hogy éled meg? Persze. Ilyen jobb lett volna, hogyha akkor tudtad mondani. Ezt sokszor elmondtad, és nekem is fáj a szívem ez miatt, de ettől függetlenül szerintem nem baj az, hogyha kicsit szkeptikusabbak, csak megmaradjak az objektivitás talaján. Tehát van 2 véglet, vannak a nagyon-nagyon naívak, akik mindenbe belelátják az UFO-t, ugye, Az nem túl jó, meg vannak azok a, hát nem is szkeptikusok, inkább tagadók, amik mindent letagadnak. Tehát tényleg az, hogy bármi jön, akár pentagonos felvétel, akár tényleg egy autentikus eset, tehát mindenre van valamiféle zsebből kivágott cáfolatuk. Ez sem jó szerintem. Hát eljutottunk idáig, hogy most már
hát nehogy azt higgye a kedves néző, hogy most itt a retro műsort akartunk mi csinálni, vagy akarunk csinálni, meg hogy csak nosztalgiázunk, meg minden, hanem pusztán, ahogy Robi is mondta, arról van szó, hogy volt igenis olyan időszak, amikor sokkal fogékonyabbak voltak, most nem a közönségre mondom, az emberekre, hanem a műsorkészítők is felvállalták azt, amit hát ma már nem. Hát igen, volt egyszerű vadnyugat, volt egyszerű UFO korszak, tehát ugyanez. Igen. Hogy tényleg, hogy amikor, de mi azt akarjuk, hát a Laci gyakorlatilag azt az időszakot kutatja, tehát ugye elkezdődött a rendszerváltás előtt egy picikével, a Kevicki, amikor már itt volt, és utána 92-ben megint itt volt, és akkor utána jöttünk el gyakorlatilag napjainkig. De most mondom, abban az időszakban, amikor a 90-es évekről van szó, amikor ez az időszak volt, akkor nem létezett igazából spirituális UFO kutatás. Uh-huh. Tehát olyan nem létezett. Mondom, én szerintem a kifejezésem jó, uh-huh. hanem valami kapcsolatfelvétel lenne, mert nem azonosított a repülőszerkezeteket kutatunk spirituális módon, de legyen ez az elnevezése. Uh-huh. Tehát akkor mondom, akkor létezett egy fizikai UFO kutatás, létezett többfajta szervezet Magyarországon, ezek a szervezetek végezték a tevékenységüket, kimentek, úgy, mint amit most a Laci csinál, kiment a helyszínre, felmérték, fényképfelvételt csináltak, akik kamerával fölvették, kikérdezték a tanúkat, megmutatták, hogy hogy van televízió egyébként, az ilyen esetekre egyből rááraptak a tévék, és azonnal mentek ki, és nézték ezeket. De akkor, mondom, tehát akkor rengeteg sok ilyen szervezet volt, de csak ezekkel foglalkoztak. Azokkal nehéz volt foglalkozni, amikkel valaki elmesélte egy éjszakai élményét, esetleg egy eltérítését, egy szexuális élményét. Lacinak ezt mondtam, próbáltunk megkeresni, vagy pontosabban ő kereste meg, vagy próbált megkeresni néhány olyan embert, aki akkor volt. Volt egy PK monogramú, nem akarom mondani egy hölgynek a nevét, aki nyíltan felkérte az akkori egyik, ezt szerintem elmondtam valamit műsorban, felkérte egy nagyobb ilyen bulvárújság, felkérte, hogy mesélje el a dolgait. Igen. Ő elmesélte, hogy igenis éteri szexuális kapcsolatot létesített. Ő mélységesen hitte be, ő nem arra vágyott egyébként, hogy most egy nyilvánosságra, hanem ő ezt tényleg így élte meg. Másnap ő egy banknak az értéktárosa volt, tehát naponta ilyen több száz millió forint ment át a kezén, mert ott a páncélteremben számolt a dolgokat, és abban a pillanatban, hogy ez kiderült, másnap mondta a bank neki, hogy hát szóri drágám, nekünk nincs szükségünk olyan pénztárosra, aki földön kívülekkel szerelmeskedik. Ennyi volt. Ugyanakkor volt egy másik dolog, hogy amit én magamban őrzök, és nem is fogom értelemszerűen soha kiadni, az akkori egyik megyei képviselőtestületnek egy valakije itt Magyarországon. Igen, igen. Azt jelentkezett, és nekem felhívott telefonon, és nekem elmesélte, hogy neki negyedik típusú találkozásban volt része, szexuális kapcsolatot létesített egy földön kívülivel. Én meg, mint a színes fogó képes a főszerkesztő, fogtam még a régi nagy ilyen telefon, és most mondom, most én nekem mondja akkor... el, és erre azt mondja a hölgy, hogy kedves Robert, én nem merek elmenni a körzetorvoshoz, mert az kiröhög, és utána az egész települést tudja. Nem merek elmenni a megyei akárcsodat, mert mindenki esmer, és szintén kiröhög. Nem merem fölvállalni senki másra, csak önnek merem elmondani. És tőlem segítséget várt arra, tehát olyan, ez egyfelől egy picikét zavaró volt, mert hát el tudod kézni, hogy milyen, de egy felemelő tényleg olyan érzés volt, hogy ez az ember, megbízik, ez kiadta bennetek magát, és annyira megbízott bennem, hogy elmondta, mert végre valakivel meg akarta már osztani. És ez volt még annak az időszaknak a legfontosabb dolga, heti 50-80-100 levelet kap. Így van. Na jó. Azt utána már várják 2007-ben már lett belőle havi 3 darab, mert hogy ennyire lecsengett, de addig az emberek minden dolgokat, Laci tudja, mert a Laci földolgozta ezeket, egyenként beszkennelte a leveleket, és, de és akkor mondom, akkor nem foglalkoztunk spirituális ufókutatásra, most viszont egyre több emberben merült föl, Laci is egy eléggé spirituális lélek, és akkor felmerült, hogy na esetleg ha valahol előre lehet lépni, ha fizikai téren nem tudunk előre akkor lépni, mit? Akkor próbáljuk ezen a mentális, ezen a síkon, de hát erről majd őt többet. Igen, tudom. Én csak annyit még, hogy ez a könyv nem véletlenül került szóba, mert mindent, én mondtam a múltkor is, kedves nézők, hogy nem lehet mindent elmondani, de az, hogy őseink ismerete az égről, aztán az első magyar sajtóanyagok, hát ezt is meg kellett találni, az első hazai UFO dokumentumfilm.
csak tényleg találomra, amire úgy emlékezhetünk, hát Kevicki Kálmán természetesen benne van. Na most ezt én azért hozom szóba, mert írók, hogy akkor születtek nagyszerű science fictionök, hát nem Nemere István volt itt nálam is vendégként, úgyhogy, de nem csak ő, hanem nagyon sokakat említhetnénk még, és akkor hát mit tudom én, Színes UFO, hát ezt te tudod a legjobban, kit mondjak még, Kriston Endre is itt van, Balla László, és a Gabonakörök, szóval nagyon-nagyon sok itt van a kis László, aki a UFO-nak volt az előttesen, és néhány évvel ezelőtt sajnos elhunyt. Itt volt a Hoffmann Józsi, aki szintén elhunyt, aki nagyon sokat foglalkozott. Itt volt egy Szalai Iván, akinek mi adtuk ki a Teremtő UFO Istenek című könyvét. Itt volt a Tamara, aki ebben a szörnyű balesetben, aki nagyon sokat tett, olvasó szerkesztője volt a Színes UFO-nak, meg szerkesztője a könyveinknek. Akkor én az objektivitás jegyében azt mondanám, bár nem voltunk olyan barát kapcsolatban, de itt volt például Sós Tibor, aki ugyebár a másik branchnak dolgozott, hogy szokták ott mondani. Igen. De ő is például a katonai rendőri esetek földolgozásában sokat köszönhetünk neki. Uh-huh. Rengeteg könyvet írt a témáról. Azóta sajnos furcsa emléket, hogy mondom ki, hogy elmentek ezek az emberek. Igen. Hargitay Károly, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen a legelejétől kezdve rengeteg sok könyvet írt és feldolgozta ezt a témát, és az egyik szakértője volt. Rengeteg sok ember volt. Ő már inkább foglalkozott egyébként ennek az éteri, szexuális dolgával, amikor én csináltam a Vénusz magazint a legelején, amiután mi találkoztunk ebben a műsorban, akkor mindegy, ezt nem menjünk bele. Ez egy másik. Ránéztem az arcodra, és azt mondtam, hogy ezt nem érdemled meg, hogy én ezt elmondjam neked. Jó. Pedig egy nagyon jó történet lett volna. Rendben. Szóval nézők felháborodott leveleket fognak írni, hogy nem hagytad a sütsobit elmondani. Így van, de ami nem ezt a pillantást, ez szörnyű ami volt. Nincs itt, az meg nem is hiányzik. Így van. Na, akkor rögtön folytatjuk, akkor azonban itt már szó volt erről az első, második, a sok-sok típusú találkozásokról. Akkor most jöjjön a második, és aztán Lacival folytatjuk íme. Most itt nagyon sok minden elhangzott, és ilyenkor én mindig felszoktam tenni a kérdést, és ahogy a korábbiakban is beszélgettünk, te pedig igyekszel mindig mindegyik oldaláról megvilágítani a választ. Szóval mennyire tartható ez hitelesnek, vagy mennyire fogadható el hitelesnek, és én most nem abban kételkedem, mint ahogy te építészeti szemmel megnézed, hogy mekkora a tömbés lemérhető, hanem amit itt elmondanak ezek az emberek. Először is annyi, hogy én régen teljesen materiális voltam, tehát ilyen fizikai dologból közelítettem meg ezt a témát. Ott vannak ugye a leszállási nyomok, ott vannak különböző fényképek, videófelvitelek, stb. Tehát ezekből össze lehet rakni egy anyagot. Igen, nem, csak ebből nem jön át a lényeg, hogy miért vannak itt a földön kívülek, mi a motivációik, mik a céljaik. Tehát ebből nem derül ki. Ez így egy szép anyaghalmaz, ami a jelenségnek egy részét fizikailag bizonyítja. És aztán ott volt a spirituális vonal, ami megad különböző válaszokat, hogy mit akarnak a földön kívüliek. És elkezdtem ezzel foglalkozni, de eleinte eléggé szkeptikus voltam, és ezt úgy próbáltam feldolgozni ezt az anyagot, hogy elkezdtem különböző úgymond kontaktokat fölkeresni Magyarországon. Tehát nem az elrablásokkal foglalkoztam, vagy az, hogy ki hol látott valamit az égen, hanem nézzük meg, hogy a spirituális emberek, akik azt mondják, hogy akár fizikai, vagy akár telepatikus kapcsolatfelvétellel vannak a földön kívüliekkel, mit mondanak, mik a megéléseik, mik az élményeik. És elkezdtem ilyen embereket fölkeresni, vagy ők maguk jelentkeztek valamilyen úton, módon, vagy véletlenül megismertem őket, tehát eléggé sokszínű ez a réteg, de azt lehet mondani, hogy ezeket az anyagokat elkezdtem összeállítani, és megvoltak az átfedések egymás között, úgy, hogy ezek az emberek nem ismerték egymást. Nyilván most lehetne azt mondani, hogy lenézte az internetről, vagy bármi ilyesmit, de például előbb Robi nem mondta ki valakinek a nevét, volt egy olyan kontakt, akit megismertem, hogy ő azt mondta, hogy Laci, nem tudom kinek elmondani, de nagyon elszeretném, és tényleg nem tudok mit csinálni. A munkahely miatt nem mondhatja el, aláiratott velem egy papírt, hogy ezt mi itt megbeszéltük, de azt nem hozhatom nyilvánosságra. Értem. És elmondta a személyes élményeit, teljesen beleillett ebbe a kategóriába. Egyébként ettől függetlenül szerintem abszolút reális volt, de azt mondta, hogy
megkönnyebbült, el tudta valakinek mondani, mit szólok hozzá, vannak-e hasonló típusú emberek, és ezzel is picit tudtam segíteni, hogy ő feldolgozza az élményeit, de hozzátette, hogy tényleg ezt ne rakjam föl az internetre, ne töltsem föl sehova, és a többi. Tehát nem merte ezt úgy nyilvánosan fölvállalni a munkája miatt. Ez PK volt? Tessék? Nem, ez nem. Volt. Ez egy férfi volt, de PK volt. Csak a PK-ról jutott eszembe. Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy ez a Stephen Greer, akit most itt hallottunk, hogy 1973-ban volt egy halálközeli élménye, és a halálközeli élménye után akkor kezdett át ráhangolódni erre a bizonyos spirituális világra. Tehát sok olyan ember van, akinek kell valamilyen meghatározó valami, amit átél, bármilyen valóságosnak vélt, egy halálközeli élmény eléggé valóságos, úgy gondolom, és ő azután kezdett el foglalkozni. Egyébként ő rendes praktizáló orvos volt, és utána gyakorlatilag az utóbbi időben az életét ennek a témakörnek szentelt, ő rengeteg tanfolyamot csinál, ilyen meditációs dolgokat, és csak ezzel foglalkozik, és ez az kellett, hogy 1973-as halál közeli élmény. Igen, és megváltoztatta az egész életét, és totálisan átformálta. De nem megváltoztatta, hanem igyekezett valamit tenni az ügy érdekében, mert mondtad, hogy Virginia államban kapott a diplomát, és az direkt fölírtam, hogy 1990-ben megalapította a Földön kívüli intelligencia tanulmányi központját. Szóval azért dolgos ember volt, gondolom. Igen. Igen, és hát ő nagyon-nagyon sokat tett. Na mondom, most az egy eltüntető kérdés, a hagyományos ufókutatók még mindig egy kicsit szemben állnak a spirituális ufókutatókkal, mert a hagyományos ufókutatók azt, amit a Laci elmondott, ők találnak bizonyítékot, leszállási nyomoktól elkezdve, fotók, videók, mindenfajta felvételek. A spirituális történetekben arra kell hagyatkoznunk, hogy az illető elmondott egy történetet, ő azt mondja, hogy én kapcsolatban állok Zéta Bétával, ez most nem gúnyolni akartam, hanem csak mondtam egy nevet, Zéta Bétával kapcsolatban állok, aki ellátott engem ilyen tanácsokkal. Ezzel a Zéta Bétával rajta kívül soha senki nem találkozott, nem hallotta a nevét, nem kap tőle információt, és soha az én ismereteim szerint eddig még nem fordult elő, hogy egyetlen ilyen megnevezett földön kívül valakitől két vagy több ember egymástól függetlenül kapott volna információkat, amit alkalmasít le is lehetett volna ellenőrizni. Jól mondom? Mert hogy magyarul kivétel az Astár, ugye? De az itt egy másik valami. Astár a 10 milliónál a kapcsolatban, igen. Nem, csak az jutott eszembe közben, hogy magyar UFO akták, de hát neked van nemzetközi kitekintésed is, és tényleg csak zárójelben, hogyha most napjaink UFO kutatását nézzük, azt hiszem egy ilyen fejezet is van a könyvben, de hogy például ezek a spirituális kapcsolatok vagy felvételek, kapcsolatfelvételek, hogyha kicsit körülnézel a nagyvilágban, máshol is hasonlóan megfigyelhetők, tehát a külföldieknek a kutatásai is egy kicsit átbillent erre a spirituális oldalra? Én úgy vettem észre, hogy valamilyen szinten igen, tehát ők is észrevették, hogy bizonyos adatokból nem lehet minden kérdést megválaszolni. Kicsit olyan vagyok, mint a Stephen Greer abban az értelemben, hogy ő is azért megfogja azt a részét a jelenségnek, ami fizikai. Tehát ő is dokumentumokra hivatkozik, katonákra, űrhajósokra, leszállási nyomokra, de egyúttal, mint ahogy említetted is, ott vannak ezek a spirituális élményei. És úgy vettem észre, hogy azért többen kezdenek ebbe a témába is kutakodni. Hozzá kell tenni, hogy tényleg egy részét ezt nem lehet bizonyítani, hanem úgymond esetleg meg lehet tapasztalni, meg lehet élni, hogyha szerencsés az ember, de hogyha ezeket nem kutatjuk, hanem negligáljuk, elutasítjuk, azt szerintem egy ilyen önkényes szortírozás lenne. Tehát, mintha nem vennénk figyelembe azt, ami már nem illik a mi elképzelésünkbe, akkor elutasítjuk, pedig ez szerintem nem helyes. Ezeket is figyelembe kell venni, még ha nehezebb is tanulmányozni valamilyen szinten. Egyébként tudom, minden hasonlatsánt itt egy kicsit, de szóval most hirtelen az jutott eszembe, hogy amikor valaki elmond egy álmot, vagy valamilyen élményét, és akkor azt mondják, hogy ugyan már ennyi ilyen hülyeség, és akkor hát hipnózisról is szoktunk mi itt a műsorban beszélni, és elmegy a pszichiáterhez, és akkor érdekes módon... Regressziós hipnózis, tehát hogy felidézze. Hogy felidézze, igen, és akkor szerencsére vannak azok az emberek, akik utána néznek, és nem lenyítenek, hogy hülyeséget beszélsz, hanem megpróbálják ezt kihozni belőle, mint nyilvánvalóan itt is erről lehet szó, hogyha veled valaki megosztja a gondolatait, hogy ezt meg ezt átéltem,
akkor nem az az első gondolatot, hogy ugyan már mit elrabolták, fölvitték az űrhajóra, hülyeséggel. Tudod miért, bocsánat, az a legnagyobb probléma, rájöttem, hogy lehet, hogy Laci már azért közelben is tudja a választ, hogy miért van az, ezt szokták a szkeptikusok is egyébként föltenni, hogy miért van, hogy miért azokat keresik meg földön kívüliek, miért azzal kerülnek kapcsolatba. Tehát, hogyha azt mondják, hogy oké, itt a földnevű bolygó, most már lassan 8 milliárdon vagyunk, igen, van rajta néhány olyan valaki, aki olyan nagy tudású, olyan kivételezett helyzetben levő, akár az elit tagjai, hogy miért nem azokkal kerül kapcsolatba, ugyan senki nem mondta, hogy nem került kapcsolatba, mert ugye kapcsolatban igen, de miért pont azokkal a relatíve viszonylag egyszerűbb emberekkel, akik igazából azon kívül, hogy ők azt mondják, hogy kaptunk mindenfajta üzenetet, amely üzeneteknek a legnagyobb része, valljuk be őszintén, hihetetlen módon semmit mondó, mert éljetek békében, ne háborúzzatok, ne üljetek meg, szeressétek egymást, ezt már Indiában elmondták 5000 évvel ezelőtt, de hogy miért pont azokkal, akik igazából nem tudnak semmit tenni annak érdekében, hogy azt az üzenetet földolgozzák, vagy ezek az emberek azért kerülnek kapcsolatba, mert ők annyira érzékenyek, olyan az ő pszichéjük, hogy alkalmassá teszi őket a kapcsolatfelvételre. Hát a ez befogadó lehet? Is kell, ez nem lehet, csak a közül. Ez is lehet, de hát most hogy magyarázzam el hirtelen. Tehát a lényeg az, hogy szerintem vannak olyan befolyásosabb, magas szinteken lévő emberek, akiknek szintén megadatott ez a kapcsolat, csak nem mondják el, mert ha egy PK nem mondja el, vagy egy egyszerűbb emberke, mert félti a munkáját, akkor miért mondja el egy miniszterelnök, hogyha nincs erre a bizonyítéka, ezzel teljesen hiteltelenné válna. Ettől függetlenül azért vannak kivételek, például a japán First Lady is elmondott egy ilyen kapcsolatfelvételt, elmondott a oroszországi Kalmukföld elnöke, aki milliomos, befolyásos politikus, ő mégis fölvállalta, és tehát vannak kivételek, kevés, de van kivétel. A másik pedig az, hogy szerintem az ő, tehát ők nem azt nézik, hogy ki milyen beosztásban van, hanem teljesen más az ő nézőpontjuk az idegeneknek, számukra minden egyén fontos, ide kell egy másik fajta világnézet, tehát nem egy materiális, hanem egy spirituálisabb világnézet, ami azt mondja, hogy ezen a bolygón minden egyes személy fontos, függetlenül attól, milyen beosztásban van, vagy éppen milyen munkát végez. És attól függetlenül is, hogy éppen hogyan tud segíteni a társadalomnak. Lehet, hogy csak egy kis szűk körnek tud segíteni, lehet, hogy úgymond hegyeket mozgat meg, tömegeket mozgat meg. Van erre egy nagyon jó, szerintem egy ilyen filozófiai történet a régmúltból, mégpedig az, hogy mondja egy filozófus, nem maradt fönt a neve, hogy meg akartam változtatni a világot, de mikor nem tudtam megváltoztatni, akkor meg akartam az országot. Mikor ezt sem tudtam, akkor meg akartam változtatni a városomat vagy a falumat. Amikor ezt sem tudtam, akkor a családomat. És mikor évekkel később rájöttem, hogyha önmagam változom meg, az inspirálhatja a családomat, a család pedig megváltozhatja az egész községet, és így tovább, és így tovább. Tehát függetlenül attól kicsiben kell kezdeni, tehát először önmagunkat is meg kell tapasztalni, azzal szinte, hogy rendbe tegyük a saját lelki és tudati világunkat. Miért kell elhinni egy ilyen valaminek, hogy az valóságos? Mondjuk egy kontaktnak, aki azt mondja, hogy én most mentális kapcsolatban vagyok egy nagyon-nagyon-nagyon távoli, alkalmasint több millió fényennyi távolságban levő valaminek, aminek egyébként már egyszer megbeszéltünk, mert ezt a Gabival már sok műsorban feldolgoztuk, hogy ezeken a téridőjáratokon keresztül ugyanúgy a gondolatok, az üzenetek átjöhetnek. Persze. Tehát, hogy nyugodtan kapcsolatban lehetne tényleg egy 2 millió fényennyi távolságban, tehát nem ez a probléma, hanem hogy miért kéne elhinnünk, hogy ő valóban az, és valóban tud segíteni. Vagy mit tett konkrétan valaki ezért, hogy tud segíteni? Na a jó, erre én azt mondom, hogy miért ne kéne elhinnünk. Jó. Ez mindenki szíve joga, hogy elhiszi-e vagy nem. Szerintem vannak nagyon autentikus kapcsolatok, tehát én mondom, elég sok kontaktot kerestem föl. Volt az a kategória, amit mondasz, hogy nem hiteles különböző szempontok alapján. De voltak olyanok, akik tudtak is bizonyítani bizonyos képességeiket, vagy megéléseiket. Nem azt mondom, hogy el kell hinned, de legyél rá nyitott, és lehet, hogy veled is megtörténhetnek különböző dolgok.
ott vannak például a különböző entitások, akiket mondta, hogy bejelentkeznek. Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy ne azt nézd, hogy ki jelentkezik be, vagy éppen ki üzen, tehát ne a nevet, hanem az üzenetnek a tartalmát. És a sok-sok úgymond gagyi üzenet mellett, amiket te is említettél, vannak nagyon inspirálók, vagy éppen segítőkészek, amik segítek az embereknek feldolgozni a különböző témákat, vagy megéléseket. Igen, de most csak úgy mellékesen jutott eszembe, hogy ugye halálközeli élményekről is beszéltünk már jó néhány műsorban, és akkor mindenki mosolygott, már úgy értem, hogy nagyon sokan, hogy valaki kilép a saját testéből, amikor ott van a műtőasztalon, meghal, és aztán nagy nehezen életre keltik, amíg még működik, és utána elmondja, hogy onnan, amikor kilépett a saját testéből, akkor mit látott, de nem az, hogy saját magát, még azt is, hogy milyen színű kesztyű volt az orvoson. Na most akkor ezt el kell hinni, vagy nem kell elhinni? Ez félig meg. Még akkor nem halt meg, tegyük hozzá. Hát nem halt meg, hozzá, ha meghalt volna. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy aki meghalt, azt még senkit nem hoztunk vissza. Ez azért hívják halál közeli élménynek, tehát akkor még működik, bár már jönnek olyanok, hogy van olyan ember, az az Eben Alexander, igen, akinek volt egy könyv, aki azt mondja, hogy nem tudom, nem működött a szíve, nem működött az agya, 6 percen keresztül, és mégis egy elképesztő, annyit élt meg, annyit dolat, hogy egy könyvet írt belőle. Jó, hát akkor most tehát, akkor... Nem, akkor nagyon, várjál, nem, nagyon fölgyorsulnak akkor a dolgok, tehát akkor tényleg az lehet, hogy egy másodperc alatt egy évet átéletsz, tehát az agyad valami egészen más hipersebességbe kapcsol. Én csak azt gondoltam, hogy ki az, aki van-e valaki olyan Magyarországon, aki átadott-e valamilyen üzenetet, amire azt mondhatjuk, hogy oké, ez nekünk, akár magyaroknak, vagy akár az országnak, akár Európának, akár a Földnek jó. Valami fajta jó, és valami olyan konkrétumot tartalmaz, amit esetleg tényleg csak egy Földön kívüli entitást. Ez volt a rövid kérdés. Abban a formában nincsen, tehát nem tudnak olyan információt mondani, amit esetleg ne hallottál volna már máshonnan. Egyébként visszatérve arról, hogy másként érzékelje az időt halál közélménybe, ha észrevetted, akkor az UFO beszámolóknál is ez van, hogy persze. Másként érzékelik a teret és az időt is. Ez az ós hatása. Igen, igen. És ezért mondom azt, hogy ezeknek a tapasztalatoknak egy része nem ebben a világban játszódik, vagy nem ebben a térben. Tehát pont Jacques Vallée csillagászt vetette azt föl, hogy az UFO jelenség egy része nem földön kívül úgy, ahogy mi gondoljuk, hogy időnek X bolygóról megtesznek X fényévet, hanem egy másik térben, egy párhuzamos valóságban játszódik le. És hát a tudomány ezzel nem teljesen ért egyet, de azért kezdi felfedezni a multiverzumot, ezt matematikailag le tudja vezetni, hogy igenis lehetséges. Tehát ezeknek a jelenségeknek vagy a tapasztalatoknak egy része szerintem ezzel lesz megmagyarázható. Tehát nagyon sok jelenség utal rá az időkimaradás, másként érzékeli a teret, a lények hirtelen megjelennek a szobában, eltűnnek, vagy azt, hogy nagyon hasonlítanak ránk, tehát sokan szokták mondani, hogy X fényévre lakik egy földön ki, miért egy ilyen szép szőke Adonis-szerű. Most, ha egy másik térben él, miért ne lehetne ugyanúgy humanoid, vagy az is lehet, hogy van egyfajta közös múltunk. Ezek találgatások, de a lényeg az, hogy egy ilyen másik térelmélet, vagy egy másik dimenziós elmélet választ adhat különböző kérdésekre ebbe a témában. Most visszatérve arra, amit említettél, hogy mit segít ez az embereken a különböző információk, szerintem részben ez is fontos, tehát, mint említettem, ez egy másfajta világnézet, nem egy materiális. A spirituális világnézet alapvetően azt mondja, hogy nem csak hús és vér vagyunk, hanem lélek, vagy tudat, ki hogy szokta használni. És a lényeg az, hogy minden egyes ember számít ezen a bolygón, teljesen mindegy, hogy ő milliómos vagy mély szegénységben él, mindenkinek ugyanaz a feladata visszatérni egy bizonyos egységbe. Tehát ez egy ilyen kozmikus filozófia, hogyha úgy tetszik, hogy mindenki közös tőrőfakad, mindenki közös gyökerekkel rendelkezik, és tudati, spirituális szinten ide kell nekünk visszatalálni. Igen, akkor menjünk tovább, különféle érzékelés. Ez is azt jelentette, hogy idő hogy van. Igen. Már én is látom az órát. Na, szóval azzal megyünk tovább a különféle észlelésekkel, és amit már a korábbiakban szóba hoztunk, hogy ugyebár a fénysebesség bizonyos idegenek szerint már nem ér semmit, hanem a gondolati sebességgel lehet közlekedni ide-oda mindenhol az űrben. Tessék. Érdekes kifejezést is hallottunk itt, mi volt az? Ez az extraszenziorális, tehát hogy az érzékelésen túli egyébként valami érzékelés, tehát hogy
Amiben például a Laci szerényen azért nem meséli el, igen, és ezt most alá kell megmondom, hogy ő neki ugyanígy vannak megélései, és a Laci is ki szokott menni, és ő is elmegy, és a kirándulásait összeköti ezzel. Uh-huh. Tehát, hogy a Laci számára ez sokkal, de sokkal többet jelent annál, mint hogy csak tanulmányozza, hanem ő maga is részese is, és ez szerintem nagyon fontos, hogy a kedves nézők ezt is és tudják, én hogy én ő... ezt a legelején azért mondtam, hogy merre szokott kirándulni. Már így akkor feltette a kérdést. Na most a másik pedig, hogy itt félig viccesen... Hogy meséljen már erről? Elmeséli, azért mondom, hogy figyeljenek, mert szóba jön majd itt ez a bizonyos szellemi kapcsolattartás, gondolatsebesség, fénysebesség. Szóval, hogy van az élmény? Fú, nagyon sok élményt tudnék mondani. Hát kontakt még azért az nem lettem, csak ugye Robi föltette a kérdést, hogy miért kellene ezeknek az embereknek hinni. Hát volt egy-kettő olyan, aki aztán nekem tudott bizonyítékot nyújtani. Uh-huh. Nekem mesélte Robi, hogy annak idején volt egy-kettő ember, akitől kért bizonyítékot, de soha nem tudott ilyet produkálni neki senki. Hát én megismertem egy szemét, egy úgymond kontaktot, azt lehet mondani, Istvánnak hívják, és hát az is bizarr volt, hogy megismerkedtünk, ez hosszú lenne végigmondani. A lényeg az, hogy meglátogattam egy hölgy ismerősömet, akivel kiültünk a teraszra, nagyon szép, gyönyörű kertje volt, fák, virágok, fenyves, hú, és beszélgettünk. Nagyon jó idő volt, de egy idő után aztán feltámadt a szél, kész hurikán lett, azt meg mondani, és úgy döntöttünk, hogy bemegyünk vissza a házba. És a hölgy nagyon spirituális beállítottságú volt, ez látszott a bútorzaton is, élénk színek, de leginkább a piros dominált. Most az előbb említett ismerősöm eközben fölhívott, ez a kontakt, hogy tudja, hogy zavart, de most kapott egy információt az égiektől, hogy látja maga előtt képekben, különböző információs csomagokban, hogy mi kint ültünk egy ilyen parkos, teraszos részen, de különböző körülmények adódtak, ami miatt mi bementünk egy szobába, ahol tele volt piros színnel, tehát a piros szín dominált. És pont akkor csörgetett meg, és pont akkor csörgetett meg, amikor róla kezdtünk el beszélni, és nem csak a képi világot adta vissza, hanem azt is, ahogy én akkor éreztem, amire akkor éppen gondoltam. Most lehetne azt mondani, hogy összebeszéltek, vagy nem, minden lehetőséget kizártam. Ezek a én mindennel kapcsolatban kritikus vagyok, de önmagammal szembe, tehát én nem akarom magamat becsapni. És hát ekkor éppen bizonyította ezt a dolgot, hogy ő tényleg kapcsolatban van valamilyen szinten, különböző entitásokkal. Ez többször is produkálta, úgymond, tehát tudott éreztetni energiát, ilyenkor is mindig kritikus volt, hogy nem magyarázzam be magamnak, nem más dolog, és a többi, és a többi. Tehát azt mondom, hogy volt legalább egy személy, aki tudta bizonyítani a képességeit, igen, meg a különböző kapcsolatait. Aztán volt egy hölgy, akit meginterjú voltam, elmondta az élményeit, és én utána ugyanazokat kezdtem el megélni, amit akkor ő még korábban elmondott. Tehát ez is egy ilyen visszaigazolás. Hát azt hiszem, hogy erre még egy műsort kéne szállni, most viszont megnézzük, ami ennek a műsornak az alcíme, a szellemi kapcsolattartás, hogy ez tulajdonképpen hogy is néz ki. Íme és rímel arra is, amit elmondtál. Well, he said he stands for enlightened contact with extraterrestrial intelligence. Yeah, the beginning of he said it was actually came in visions. And I kept seeing visions of this massive mountain. And when I first came on the property, it was just unbelievable. It was like a movie out of the Old Testament or something. The mountain just, the clouds started changing. There's a giant lenticular cloud. It was lit up orange underneath. I got such a download, I was getting tears. I was just standing there looking at the mountain crying, and I go, this is it, this is the vision. I was focused on creating a healing center, like a retreat center, and I wanted to just make it totally eclectic. I didn't want to pigeonhole it or keep it with any one group. And about probably halfway through of building this center, they started showing up, the ships started showing up. It's got a double, it's weird. Whoa, thank you. That is unbelievably bright. Whoa, look at that. Woohoo, whoa. And the first encounter was an all-day meditation. I was meditating, and I had a beautiful transmission coming to me about the Earth and humanity and our ancient history, who we are and how we've gotten to where we are and what needs to happen to heal, you know, to clean up the planet and the consciousness here. And so I asked them, where are you coming from? And they said, actually, we're on a ship. And
I didn't even make it to the door, and my sister and her friends came up banging on the door, and they go, "Did you see it? Did you see it?" And I said, "See what?" There was a huge light ship hovering right over the house here, so that was my first encounter where I realized I needed to start doing some research on tying in the higher dimensional beings and the spiritually and technologically advanced off-world visitors into the spirituality side of things. When you go within and start expanding in consciousness, we find out we're not just a body and a personality, we're a spirit and a soul, and that's a multidimensional aspect of ourselves. And so as you expand in awareness, you start taking in these other dimensions, and contact is a natural occurrence when that happens. Tudják a kedves nézők, hogy menet közben is szoktunk mi beszélgetni, és éppen azt mondta Laci, hogy ehhez tudna mondani egy mondatot. Tehát van ez a C5 típusú élmény. Ennyi. De bővített mondat. Tehát van ez a C5 típusú kapcsolatfelvétel, ami ilyen mentális, telepatikus, úgymond behívás, azt lehet mondani. És persze ez nagyon sok embernek fölkeltette az érdeklődését, hogy ők is személyesen kapcsolatba léphetnek az idegenekkel. Ez persze nem olyan kapcsolat, mint amit a tudomány vár, hogy rádiontennek, stb., hanem teljesen más jellegű. A lényeg az, hogy ezt nagyon sokszor kipróbáltam. Tehát ennek egyfajta rutinná kell válni, hogy meditálsz, próbálsz önmagadba elmélyedni, kitisztítod a gondolataidat, stb. Nagyon sokszor kipróbáltam, hozzá kell tenni, nagyon sokszor nem történt semmi. És mikor ez jóformán berögződött, rutinná vált, gyakoroltam, volt egy olyan alkalom, hogy kimentem egy ilyen siklóernyős starthelyre, beláttam az egész környéket, egyik oldalon a város fényei, a másik oldalon pedig erdőség, dombok, és volt egy olyan élményem, hogy leültem, meditáltam, tényleg megpróbáltam nem gondolni semmi negatív dologra, és intéztem magamban egy ilyen behívást, egy ilyen szöveget elmondtam, és ekkoriban ugye lehet érezni különböző helyeken a csakrákat. Tehát hozzá kell tennem, hogy régen a csakrákban abszolút nem hittem, de elkezdtem érezni a homlok csakrámat, eléggé erőteljesen, mint ha valaki fizikailag hozzád érne vagy nyomna a homlokodat, és intéztem egy hívást, hogyha van itt valaki, akkor adjon bizonyosságot, egy jelzést, mondjuk villancsom föl egyszer. És akkor lefeküdtem, bámultam a csillagos eget, eltett egy perc, láttam egy bekúszó fénypontot, nem műhold, nem repülő, stb. Felismerem, amatőr csillagászkodom. Jött egy bekúszó fénypont, na mondom, ha ti azok vagytok, akkor villancsotok egyet, és abban a pillanatban villant egyet. Félelmetes. Ez is egyfajta szinkronicitás, tehát egy ilyen bizarr, véletlenszerű dolog, de lehet, hogy nem véletlen. Ez nagyon jó. De ennek az egészek az a lényege, és akkor mert ugye erről már a legfontosabb részéről nem esett szó, azért van spirituális fogkutatás, azért akarják, hogy azokra a kérdésekre, amikre nem tudott választ adni a hagyományos, nem, a hagyományos ufókutatás, tehát a materiális ufókutatás, azokra, hogy honnan jöttek, amit a Laci az első, vagy az előző adásban most is, honnan jöttek, miért vannak itt, mióta vannak itt, mit csinálnak, hogy van, milyen az ő világuk, milyenek. Tehát ezeket tőlük így akarják megkapni, és hogyha vannak erre lehetőségek, akkor tényleg van értelme ennek az egésznek, mert úgy gondolják, hogy csak ezzel lehet, csak ehhez mondom, nagyon-nagyon kitartó munka kell, és nagyon-nagyon el kell fogadni, amit Laci mondta, hogy el kell fogadni annak, hogy annak volt egy ilyen megélése, de nagyon-nagyon-nagyon időigényes. Egyébként pár évvel ezelőtt volt egy ilyen találkozó itt Magyarországon, egy 30 éves évforduló az UFO-kutatásnak, ott összegyűltek az UFO-kutatók, és én azt mondtam nekik, hogy gyerekek, a mostani időszakban nagyon-nagyon kevés materiális észlelés van. Annak az értékelése, arra már nem szabad energiát fordítani. Az előző időszaknak, amit a Laci meg is tett a földolgozására, igen. És ha valamit fel akartok dolgozni, akkor ez a spirituális UFO-kutatás legyen. És nagyon örülök, hogy nem azok kezdték el egyébként, akik ott voltak, akik materiális dolgok mellett ilyenek és foglalkoztak, hanem a Laci gyakorlatilag úgy látom, hogy ebbe az irányba fog elmenni, mert ez fog valamifajta, úgy gondolja, hogy valamifajta eredményre vezetni. Jó, jogázni szoktál, igen vagy nem? Hát azt nem. Jó, akkor én egyszer. Képzeld el, kimegy oda este még, ráadásul jogázik, és a halálra legurul ott a legurulkodom. Ez a hármas határhegyen volt egyébként, vagy nem? Gondoltam, igen. Akkor mutatom a nyereményeket. Itt van egyszer immáron a szeptemberi száma a Hihetetlen magazinnak.
A Szent Korona népe immunis a koronavírussal szemben, kérdőjel a végén. Két korona van benne, de szimpatikus. Védett nemzet, és akkor fél éves előfizetés, utána mutatom a külön számot, holnap után az új világrend 10 parancsolata, nem sokára jön majd a következő külön szám, ami, ha jól emlékszem, akkor a magyarság... A legvégén van a benne. A legvégén van, szó szerint akarom mondani, a magyarság 20.000 éves történelme, rabok legyünk vagy szabadok, és ez immár a magyarság történetében. Ami most nagyon aktuális. Igen, ami az ötödik ebben a műfajban. Magyar UFO-akták, Miskolci Lászlónak nagyszerű könyve, és itt van, amit ezt megmondom őszintén nem ismerem, te csak nem régen hoztad, szabadnak csak érezheted magad, nincs utána kérdőjel lidár. Köszönöm szépen, hogy ezt el tudtad hozni, és meg tudtuk mutatni. És akkor már is mondom a játékkérdést, ami úgy hangzik, hogy mikor élt át halálközeli élményeket ez a bizonyos Stephen Greer, akiről olyan sokat beszéltünk. Nyereményeket megmutattam, hihetetlen tv.kukac, hihetetlenmagazin.hu, kérjük szépen ide a megfejtéseket. Határidőt megjegyezni, 2020. szeptember 9-e. Ez a beküldési határidő, és azt hiszem felesleges is mondanom, hogy nevezetes évszám, szeptember 11-én jövünk a következő adásunkkal, amikor majd sorsolunk is már, és az ismétlés pedig 21-én a Jelek az égen című műsorunk, ami 2013-ban készült, és hogy vajon milyen valós és hamis dolgokat hagyhattak ránk a földön kívüliek itt, amikor itt jártak. Új adást mondtam, és ez lesz a bizonyos szeptember 11-e, hogy készüljünk fel, vagy hogyan tudjuk felkészülni a második hullám esetében. Erről is szó lesz, pénteken este 21 és 22 óra között itt a hatos csatornán, ahogy Robi is szokta mondani, az úgynevezett vágatlan anyagot, tehát itt meg lehet nézni. Innen a nagy testvér lekopogom, még nem tudta letiltani. Máshol igen, és máshol hol lehet és minket látni, hallani. A pénteki főadás követően a következő napon szombaton reggel fél 8 osztályban fölkerül a Facebook, a Hihetetlen Magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalára, beágyazott YouTube, Facebook, Inda videó és Daily Motion videóként, illetve most már a Bicsúra is felkerül. Hogy van kérem ez szépen a Bicsú? Így van, írva a Bicsú. Erre mindenki készüljön fel. Arra kérem, hogyha valamifajta problémát találnak, de ezt föl szoktuk tüntetni a műsorainknál, akkor nézzék meg az alternatív forrásokat, mert a legutolsó adásunkat a nagy testvér visszamenőleg, 7 évre visszamenőleg letiltotta, ki kellett venni belőle a kivágásokat, vagy a bejátszásokat, igen, bocsánat, ki kellett vágni, és csak a többi formátumban tudtuk felrakni. De az archívumban megvan. De az archívumban természetesen megvan. Igyekszünk majd felrakni a nagy nagyon-nagyon nagy pusztítás végzett, az eddig 385 adásunkból 175-öt letöröltek, visszamenőlegesen, indoklás és mindenfajta fellevezés lehetőség nélkül. Mind a két oldalon a műsorhoz kapcsolódó videók, szövegek, képek jelennek meg, és miután az utóbbi időben egy picit csökkentettük a moderálásunkat, nagyon szépen kérem, hogy mindenki kulturálta mondja a véleményét, és a legfontosabb az, nem velünk kapcsolatban, mert nem velünket szoktak, hanem egymással. Hát tehát kérem szépen, Hihetetlen Magyar és Hihetetlen TV Facebook oldalán kulturáltan vitatkozzunk egymásról, és olyanok, akiket ez a téma nem érdekel, és csak bántani, vagy mindent akarnak, azok kérem inkább hagyják. Ezt már sokszor elmondtad, nem jobb a helyzet? Nem, sajnos rosszabb a helyzet, azért mondom emlékszem. Jó, hát akkor sajnos ebben kell, hogy maradjunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, gyere máskor is. Kedves nézők, önöknek a megtisztelő figyelmet köszönjük. Vigyázzanak továbbra is, és akkor, ahogy elmondtuk, 2 hét múlva ismét találkozunk. Minden jót addig is a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin. Holnap után az új világrend 10 parancsolata. A koronavírus járvány egyedülálló lehetőség az elit számára, hogy neki kezdjen az emberiség legszörnyűbb leigázásának. Vakcina háború az emberiség ellen, céltudatosan felhasznált vak tömegek, félelem, a tökéletes pszichofegyver, szabadság vagy újabb világjárványok. Őrült országok, őrült vezetői, megtervezett világégések. Vedd el a nép múltját, a végforgatókönyve, Agenda 2030. Kezünkben az evolúció, mesterséges vírusok, a rettegés magvai.
a közeljövő világformáló háborúi, Európa a járvány után. Mindenről és sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.